Már forog? Igen. Sziasztok! A mai videóban nem leszek egyedül. Várjál, várjál, mert itt pont semmi nem látszódott. Na, még egyszer. Sziasztok! A mai videóban nem vagyok egyedül, mert hogy itt van velem a férjem, illetve itt van Vince is. Ugyanis láttam egy videót Bolla Viki YouTube csatornáján, és nagyon megtetszett nekem ez a videó, és arra gondoltam, hogy mi is elkészítjük a férjemmel. Vikinek a csatornáját beteszem majd a videó alatti leírásba, ha gondoljátok, akkor nézzétek meg. Ma a férjem fog megválaszolni olyan kérdéseket, amiket ti tettetek fel rólam neki. Leültünk egy remélhetőleg nyugisabb helyre. Készen állsz a kérdésekre? Igen. Egy csomó hasonló kérdés érkezett, úgyhogy szerintem kezdjük a kevésbé személyes kérdésekkel. Többen is kérdezték azt, hogy mit szólsz ahhoz, hogy nekem van egy YouTube csatornám, hogy videózok. Igazából, amikor belevágott, akkor én nagyon örültem neki, hogy talált magának egy ilyen hobbit, amiben örömét leli, és tulajdonképpen nagyon szeretne csinálni. Még akkor is, ha ennek igazából olyan nagyon nagy haszna idézőjelben, akkor még nem volt. De hát az ember nem is azért kezd el ilyen dolgokat csinálni, hogy haszna legyen. Aztán, hogy teltek múltak az évek, gyakorlatilag azt láttam, hogy ez baromira beindult. És akkor még jobban örültem neki, hogy milyen jó, hogy ezt ő elkezdte, és milyen jó, hogy ilyen jól csinálja. Büszke vagyok rá igazából. Bár csak az én csatornám is itt tartana. Ja igen, iratkozzatok fel a férjem csatornájára, bár hát szerintem hónap... 4 hónapja nem volt videó. Igen, hónapok óta nem volt videó, mert... De most már mindjárt lesz, tényleg most már. Na. Most már. Úgyhogy iratkozzatok fel rá, hogyha kíváncsiak vagytok rá. De ez nem rólam szól. Mi lesz a következő videó? Nem baj, azért kicsit téged is promózunk itt. Azt is kérdezték többen, hogy mit szólsz ahhoz, hogy ennyi sminkem van, meg hogy állandóan csomagokat kapok. A dolgot ketté választanám, a lányoknak mindig sok sminkünk van, nem? Tehát ez nekem egy ilyen alapvetés, ez egy ilyen dolog. A pasiknak meg kevés alsóbrágyuk, tehát ez egy ilyen alapvetés igazából. Ezen egyáltalán nem döbbenek meg. Nyilvánvalóan abból kifolyólag, hogy sok termékkel foglalkozik, ugye a munkájához szükséges. Emiatt több van neki, de alapvetően nem értem én ezt ilyen tehernek, hogy úristen, ellepnek a sminket és mi lesz velünk. A másik meg, hogy sok csomagot kap, ez sem szokott zavarni egyáltalán, hát valahogy el kell jutatni hozzá ezeket a dolgokat, amik szükségesek ugye ehhez a műfajhoz, amit ő művel. Egyetlen egyszer voltam nagyon mérges a csomagok miatt, amikor egyedül voltam otthon. Direkt azért hagyott otthon egyedül, hogy kipihenjem magam egy ilyen alig alvós éjszaka után, és gyakorlatilag ahogy letettem magam, és éppen kezdtem elolni, jött az első futár, aztán a második, aztán a harmadik, tehát hogy 3 futár jött egy órán belül, úgyhogy lőttek a délutáni alváson, akkor egy picit azért úgy mérges voltam, nem rá, hanem miért jöttek a futárok most, de egyébként a világban semmi gondot nem okoz ez nekem. Akkor szerintem csapjunk bele a személyesebb kérdésekbe. Mi volt az első gondolatod, amikor legelőször megláttál engem? A legelső gondolatom? Hát ezt már így nagyon nehéz felidézni azért, hogy a legelső mi volt. Azt tudom, hogy nagyon tetszett első látásra is. Nagyon vidám volt, nagyon sugárzó volt, amikor megjelent. Azt hiszem, hogy nagyjából így ezek voltak így az első benyomások. Így nagyon nagy gondolatom nem volt. Vagy ha volt, akkor nem emlékszem rá. Tényleg, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon pátoszos, ez nem jut eszembe semmilyen, de felfigyeltem rá, az biztos. Mennyi ideig gondolkoztál azon, hogy elvegyél feleségül, hogy megkérdekezem? Ezt sem tudom így exaktul megmondani. Ez nem volt ilyen, hogy így elkezdtem gondolkozni, és akkor tudom, heteken, hónapokon keresztül gyötört ez a gondolat, hogy mit csináljak, elvegyem, ne vegyem, elvegyem, már el akarom, vagy nem, még nem, de majd most, majd 2 hét múlva majd eszembe. Nem volt semmilyen ilyen, nem tudom, ez így jött magától, nekünk valahogy az volt a benyomásom egész végig, hogy nálunk hogy minden úgy valahogy jön így természetesen, tehát sose gondolkoztam. Amikor úgy éreztem egyszer csak, hogy itt az ideje, akkor határoztam el magam, de nem, előtte nem agyaltam nagyon sokat ezen, meg se kérdeztem senkit, tehát hogy nem volt az, hogy valakivel elkezdtem erről konzultálni. Vince be akarja rekeszteni a videózást. Gyere, mit fogok? Cumi! Next question. Ha csak egy valamit mondhatsz, mire vagy a legbüszkébb velem kapcsolatban? Veled kapcsolatban vagy benned? Úgy kérdezték, hogy hát veled kapcsolatban a gyerekeinkre nyilván. De... Jó, és bennem? Hú, de nehéz egyet mondani. Akkor mondjál többet. Én imádom a szandálba a kitartását.
meg azt, hogy mindig mindenből föl tud állni. Ezt nagyon tisztelem bele, én nem vagyok ennyire ügyes abban, hogy fölálljak dolgokba. Én sokkal szenvedősebb vagyok egyébként, vagy legalábbis voltam, amikor a helyzetbe kerültem. Szóval, hogy itt a sok-sok év alatt, és ebből nyilván egy bizonyos részt ti is tudtok, azért nem kevés problémánk volt, amit át kellett vészelnünk valahogy, és ebben nagyon-nagyon ügyesen rejtelt, és ezt én nagyon-nagyon tisztelem benne, és nagyon büszke vagyok, hogy ezt így abszolválta. Erre a blogos dologra is, amit a Szandor fölépített az évek alatt, teljesen saját erőből, a nullából, arra is nagyon büszke vagyok, szerintem ez egy nagyon nagy dolog. Köszönöm. De hát, ha nincs ilyen támaszom, mint akkor azért ezek akkor lehet, már kétszer ennyi feliratkozó, de meg... Ez egy kacifántos kérdés lesz. Van-e, és ha van, mi az a tulajdonság a Szandrának, ami mások számára talán idegesítő, de te kifejezetten szereted? Nincs is idegesítő tulajdonsága, nem? Azt akarom, hogy nem nagyon tudok ilyet mondani, hogy... Dehogy nem. Pláne, de miért? Nincs idegesítő tulajdonság, nem. Szerintem biztos. Már hogy mások számára, mert például, ami mondjuk lehet, hogy inkább olyan van, ami nekem lehet, hogy idegesítő, de másoknak nem, mert másokkal nem ilyen. De, mi az? Most már mondd el! Tehát vitázni vele nem lehet igazából, tehát ott nincs lezárás a vitának, hanem az utolsó, tehát az utolsó az mindenképpen az ő köre, viszont ugye másokkal nincs ilyen jellegű helyzetben, ami mások számára idegesítő, de nekem nem, ilyet nem tudok mondani. Szerintem ilyen nincs, mert egyébként nem idegesítő, tehát... Ezt jó tudni, én néha elég idegesítőnek érzem magam, de... Sorolj fel három dolgot, amit Szandrának köszönhetsz. Lilit és a Vincét mindenképpen. De az már kettő, akkor már csak egyet ilyen mondanod. Az már kettő. Ez most egy furcsa információ lesz, de... Ne ijeszgess. Ajaj. Nincsenek eltitkolt... Szívem, ez nem 18-as karikás videó. Nem. Nem tudom, hogy erről volt-e már szó, vagy beszéltünk-e róla, de én azért régebben egy komoly pánikbetegséggel küzdöttem, és nagyjából akkor kezdtem el kijönni belőle, amikor megismertem Szandrával, és szerintem biztos, hogy neki köszönhetem, hogy nem zuhantam vissza abba. Én erre gondoltam. Tehát szerintem ez sokat segített nekem, ez a stabilitás. Mik azok a dolgok, amik megfogtak Szandrában, külsőleg és belsőleg is? Borzasztóan életvidám csaj egyébként, és hát amikor fiatalabb volt, akkor még inkább az volt, mert ugye akkor nem szedált le minket két gyerek minden estére. Nagyon vidám csaj, imádom a humorát, ráadásul ilyen nagyon-nagyon egyfelé gondolkodó humorban általában, mondjuk az én egy kicsit betegebb humor szeretem. Igen, de... meg egy csomószor szivatsz engem, és én nekem nem esik le, hogy szivatsz engem, és ebből nagyon komikus kis helyzetek szoktak születni. Igen, viszont azt nekem az évek előre haladtával előbelül a cinikus én, és azt imádom, tehát amikor én cinikusan szól, ezt én nem ismeritek, pedig óriási. De egyébként nem... én azt vettem észre, hogy mióta a gyerekek vannak, azóta lettem borzasztóan cinikus, igen. És nem tudom, hogy miért, de ez azóta igen. Fokozódott. És a külsőt azt most minek ecsetelje, már látjátok, hogy egy gyönyörű nőről van szó, úgyhogy igazából most... Dicsérjem, hogy szép a haja, meg persze. Szép a szem. Igen, meg a szempilláját imádjuk. Ha már így a külsőről esett szó, azt kérdezte valaki, hogy volt olyan hajszín vagy smink, ami nem annyira tetszett az évek alatt Szandrán? Ugye volt ilyen nagyon sötét barna hajam, amikor megismerkedtünk. Volt fufrum is, emlékszel. Én a fufrumot kifejezetten imádtam például. Tényleg? Én azt nagyon szerettem, igen. Pedig akkor... ezt magamnak vágtam, és ez egy nagyon, nagyon elcseszett fufrum. Nem, szóval tök jó volt. Tehát most előkerült egy kép a minap, és mondtam akkor is, hogy nekem azt tetszett. Egyébként nem emlékszem ilyen nagyon nem tetsző dologra. Hát Vince a cukiskodik itt közben. Igen. Egyre emlékszem, hogy volt egy rúzs szín, ami ilyen rózsaszínes, világos rózsaszínes valami volt, még régen, és az nagyon nem tetszett. De egyébként nem is szeretem a világos rózsaszíneket, hát azóta rájöttem, hogy igen, hogy nem állnak de, jól. De hajszínben nem volt olyan, az mindig tök jól állt. De például azt tudom, hogy te például körömlakkokban sokkal jobban szereted az ilyen visszafogottabb igen, színeket. Igen, ez, de ez minden is egyébként. Igen. Jó, hát mondjuk nem szoktam nagyon brutális sminkeket csinálni. Nem, hála Istennek. Van-e olyan ellentétes nézetetek, amiben a mai napig nem értetek egyet? Hát mondjuk egyébként zenébe kezdünk, de én leragadtam. Nem gondolkodás inkább, hanem ugye ízlés. Igen, mert én leragadtam Vince, valahol 5 évvel ezelőtt. Vince, ne vedd le a szemüveget, nyuszikám. Itt vagyunk ám. Szóval, hogy én zenében leragadtam valahol 5 évvel ezelőtt igazából, és a férjem ezen mindig nagyon jókat szokott virulni, hogy én miket hallgatok, meg nekem mi tetszik éppen, és hogy fogalmam sincsen az aktuális friss zenékről. Ő meg hát ugye ezzel foglalkozik, ő mindig képbe van ezekkel, ez ciki, de ez van. De ilyen ideológiában biztos, hogy nincs nekünk semmi ellen, tehát nem gondolunk ellenkező dolgokat, mit tudom én. Tehát ugyanazt gondoljuk szerintem alábüntetésről, vagy nem tudom, ilyen nagy dolgokban, amik ilyen erkölcsi alapvetések, abban ugyanazt gondoljuk. Persze, valószínűleg, hogyha olyan nagyon-nagyon
akkor nem lennénk nagy igazából együtt. Nagy ellentétek lennének valamiben köztünk, akkor igen, akkor valószínűleg igen. Nem lennénk együtt, szóval, igen. Hogy igen. Egy dolgot tudok, amiben, ha nem is nem értünk egyet, de azt mindig szóval teszem, hogy hajlamos néha dolgokon nagyon sokáig rágódni. Ez így van. És hibáztatni magát, és én mindig mondom, hogy ezt ne csinálja, mert ez egy nagyon rossz taktika, de egyébként nincs ilyen, ami nagy ellentét lenne. Van-e olyan videó, bejegyzés, poszt, fotó, stb., aminek nem örülnél, nem engednéd, hogy Szandra elvállalja, megcsinálja? Szerintem nincs. Mesztelen fotózás? Hát csináld. Nem akarok egyébként ilyesmit csinálni. Ha neked jól esik csak... és örömet találsz benne, és fel tudod ezt vállalni, akkor csináljon. Én nem fogom azt mondani, hogy ne csinálj. Biztos lenne amúgy egyébként olyan, nem tudom, hogyha mondjuk valami olyan cég kereste meg. Milyen cég? Hát nem tudom, hát most valami nagyon, nem, de fogalmam. Gyászszak üzlet, vagy most ami ilyenek. Melyik a legkedvesebb emléked, amit ti ketten éltetek át? Ah, hát ez olyan, annyi van, több ilyen hasonló, van hasonlóan magasztos pillanat volt szerintem. Az egyik, ami előbb volt, az, hogy amikor a lombikot csináltuk. A beültetésre gondolsz? Igen, igen, hát igen. Volt, nem, na, a muzika. Dramaturgia lenne, szóval közben. Szóval a beültetés az egy ilyen nagyon, nagyon emlékezetes pillanat volt, a másik, meg amikor a másik kettő, amikor meg megszülettek a gyerekek, ugye? Igen. Lili és Vince. Kérlek, mesélj el egy olyan, akár kis pillanatot, szokást, ami fontos számodra, amit szeretsz a feleségedben, a szívedben van, de Szandra például ezt nem is tudja kifejezetten. Hát, amit szeretek, arról tud. Szerintem, tehát, hogy... Valószínűleg igen. Olyan, amit nem tud, egy titkos... Olyan nincs szerintem titkosan. Mondjuk, hogy vágom a lábkörmemet. Nem, mert rendgerjedek a lábkörömvágásra valahogy. Jézusom, ez hogy jutott eszembe? Ez egy neutrális dolog számomra. Csak így mondtam valamit. Mondjam, annyira nem tudom, nincs ilyen szerintem titkos. Mit szólt a családod Szandrához? A családom imádja Szandrát a kezdetektől fogva. Tehát mondjuk ők minden előző barátnőmet is imádták amúgy, tehát hogy elég nyitott a családom e tekintetben. Legyen akkor ez az utolsó kérdés. Ha most ránézel Szandrára, belenézel a szemébe, mi az a három szó, ami egyből eszedbe jut róla? Most elmondom, hogy ezt a kérdést másodszorra veszük föl, mert először elröhögte, egyébként nem véletlenül, és nem a kérdéssel van baj, hanem hogy azért ennyire már remélem ismertek minket, meg pláne engem, hogy ilyet én nem csinálok. Nem ez a belebambulós, és így hála az égnek, hozzátenném. Én inkább így megfogom, és a bokorba így hátra. Nem szeretem ezeket, nincsen, hogy három szó. Hát mi beszélünk egymással, más módon kifejezzük a szeretetünket, szerelmünket, rajongásunkat és tiszteletünket egymás iránt, de ilyen szappanoperás szemedben nézés, ilyen nem, ezt én nem csinálok. Így van. Bocs. És szerintem csinálod az autó. Nem tudom, belegázolnak mindjárt. A gyerekek véd a videónak, mert előttek minket. Azért megmutatom a mi kis trollunkat is, aki próbálta itt szabotálni a videónkat. Éppen egy nagyon érdekes papírzsebkendővel játszik. Elindultunk hazafele. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdésekre. Igazán nincs mit. És nektek is köszönöm, hogy írtatok kérdéseket. Várom a kommenteket a férjem válaszaival kapcsolatban. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit gondoltok a reakcióiról. Köszönöm szépen, hogy ezúttal is velünk tartottatok. Legyen szép napotok. Sziasztok. Hello.